ezek a régebbi motoroknak, hogy a pluszt a negatívra kell kötni a gyakorlatilag. Sokan nem tudják. Ebbe a szenvedélybe édesapám vitt bele, annak idején én ültem mindig a motorba a hátsó ülésen, és alig vártam, hogy felnőjek, és nekem is motorom legyen. A Jáva szerelem az úgy kezdődött, hogy ő neki egy 350-es volt, a 634-es típus, és mihely 18 éves lettem, meglepvéve az első Jávám, amely megvan a mai napig. Hány darab van a gyűjteményben most? 7 darab van a nagy motorból, 4 kis babetta. Nagyon rossz állapotban kerülnek hozzám, ezért is inkább azt mondom, hogy inkább, hogy mentem az enyészet elől, és utána ilyen szép kis gyári eredeti állapotban próbálok mindegyiket visszatenni. Van-e még olyan motor, amire vágyik, amit meg szeretne szerezni? Igen, mindig van. 360-as típus Jáva, ami még talán, de ez szerintem csak álom marad. Ezt a 634-es típust, ez egy 6 voltos Jáva. 1992 óta állt egy szabad ég alatt tehén ól mellett, ugye, ahol rengeteg amoné szállt rá, tehát rettenetesen rozsdás voltak a kerekek, küllött minden henger, tehát ott teljesen vázra szedtem szét, lekopasztottam vázra, festettem a ilyen apró váz, apró alkatrészeket rajta, és rengeteget kellett takarítani, tisztítani. A blokkház nem lett hozzányúlva, ő csak ki lett mosva, és új tűgörgő kosarakat kapott, meg gyűrűket, mert ugye gyűrűtörés is volt, be volt állva neki a dugattyúja, úgy kellett leütni, de elvileg mindent visszakapott ő. Nem sok kilométer van benne, 2600, tehát gyárilag állapotban van a blokkja szinte. A összerakásnál, ugye mivel mondtam, a kerekek azok használhatatlan voltak, a küllőket küllőztem, megmutatta az egyik barátom, hogy kell küllőzni, a másik kereket már én nekiálltam, mire jött, kész volt a felnő. Első teleszkópot is teljesen darabokra szét lett húzva, ő újat kapott itten, tehát ez után gyártott teleszkóp, de elvileg, meg a hátsó leggéscsillapító, de minden, amit ővé volt, azt visszakapta, természetesen ilyen gumikat és a többi cserélni kellett, mert a régi már talán rajt sem volt. Amiben ez nagyon nehéz volt, ez alatt egy rugó van. Rettenetes nehéz volt ugye visszatenni a helyére ezt az első lengéscsillapítót, mert teljesen különbözik a 634-es típustól, úgyhogy abban egy kicsit ilyen izzadós munka volt. A festést azt úgy csináltattam a fényezővel, nagyon szépen eltalálta szinte az eredeti szín, szerintem tökéletesen el lett találva. Amire büszke vagyok, hogy a tükör, ez még eredeti Jáva tükör, itt belül állítható a kis picike, ami nagyon ritka. Még ezeknél ritka, hogy a műszer falon ezek a pici kis visszajelző lámpácskák, például ez gyárilag itt sárga. Már nagyon ritka, hogy megvan a motorokon ez a sárga szín. Mert ugye lehet kapni pirosat, zöldet, kéket, de sárgát nem nagyon láttam, hogy elérhető lenne. A elektronikát, ahogy így leszettem, ahogy mondják, ilyen tyúkbél gubanc, ugye azt is le kellett takarítanom, a drótokat kijavítani, a sarukat cserélni, és teljesen szépen mindent én fűztem vissza az elektronikájába, és tökéletesen működik a motor. Például az üléseket, ezt minden javítom, felén varrom a bőrüléseket, húzatolom, varrom bele ezeket a szegélyeket. Ezt a kis dobozt is én csináltam, ez egy spagetti tésztatartó. Bevontam bőrrel, és a régi Jáva ülés mögött itt ezt a Jáva feliratot ide rá tettem díszítésnek. Büszke vagyok rá, mert nagyon szeretem ezt a motort, annak ellenére, hogy 6 voltos. Sokan ráteszik az elektromos gyújtást, én nekem az összes motorom még megszakítós van, és szerintem ez
ahogy így gyárilag ment annak idején, most is működik. Bebizonyítja, hogy napi 400 kilométert levezetek vele.